Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerda estét a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinját látják. Tartsanak velünk, nézzük mai témáinkat! Műhely. Sopron és térsége is képviseltette magát az idei utazás kiállításon. Zöldváros. A tavalyi volt a legmelegebb év 1901 óta Magyarországon. Mi a helyzet Sopronban? Hölgyválasz. Zéró hulladék. Hogyan tehetjük környezetbarátabbá otthonunkat? A hét témája. Az év első közgyűlésének témáiról kérdeztük dr. Farkas Cipriánt, Sopron polgármesterét. Sopron, a Fertőrákosi Barlang Színház, a Fertődi Esztérházi Kastély is megmutatta értékeit a budapesti utazási kiállításon. A rendezvényre a települések képviselői igyekeznek eljuttatni a legfontosabb és legérdekesebb attrakciókat, hogy megmutassák, mivel várják a környékre látogató turistákat. Hoztuk magunkkal az új kiadványainkat, a város éves eseménynaptárát, amiben megismerkedhetnek a főbb programokkal a turisták, illetve majd Sopronban ez elérhető lesz a turisztikai irodákban is, valamint a város és a Fertőtáj imás kiadványaival vagyunk jelen. A Sopron régiós tandján, Sopron mellett Hegykő, a Fertőtáj Világörökség, valamint a Kőfejtő, Fertőrákosi Kőfejtő és Barlang Színház található meg. Sopron és környéke már nem először szerepel az országos bemutatón. Az elmúlt évek alatt sokakkal sikerült megismertetni többek közt a Fertőrákosi Kőfejtőt és Barlang Színházat. Az első évben, mikor oda kerültem a Fertőrákosi Barlangba, 10-12 csoport volt egy nyáron vezetett idegenvezetői csoport. A tavaly nyáron már 160 csoportot vezettünk, különböző nyelveken, és magyarul is természetesen. És itt az a színhely, amikor összetalálkozhatunk az utazási irodák képviselőivel, eljönnek az idegenvezetők, megismerkedünk, és most már kiegészül egy nagyon érdekes tevékenységgel, esküvők, különleges rendezvények szervezését is fogjuk bonyolítani a barlangban. A rendezvényen mindenki igyekszik a leglátványosabb módon bemutatni településük vagy térségük jellemzőit, és hogy milyen attrakciókkal várják a turistákat. Az utazási kiállításon azonban nem csak a magyar városok, hanem a határon túli települések és régiók is bemutatkoznak. A kárpátaljaiak például néptánccal hívták fel magukra a figyelmet. A külföldiekkel azonban nem csak kiállítóként, hanem turistaként is számolnak a standoknál. A Fertőtáj elhelyezkedéséből adódóan pedig kimondottan készül a határon túlról érkezőkre is. Ez a kiállítás pedig arra ad alkalmat, hogy személyesen találkozzunk a vendégeinkkel, és lássák azt ők is, hogy kik azok az emberek, akik dolgoznak azért, hogy ők jól érezzék magukat a tájon. A világörökségi kínálat az természetesen nem csak kultúra, hanem sok minden együtt, ez a pulton is így jelenik meg, és amit érzékelünk, ami továbbra is nagy sláger, hogy a kerékpáros turisták, akik jönnek, kérdeznek, akikről lehet látni, hogy egy folyamatos érdeklődés van. Az érdeklődés mellett a megnövekedett forgalom is érződik a környéken, hiszen például egy legutóbbi felmérés szerint a Fertőtájon elhelyezkedő Hegykő már a 6. helyet foglalja el látogatottsága alapján a magyarországi fürdőhelyek között. A tavalyi évben 130 000 vendég éjszakánk volt,
és a külföldi vendégek valahogy elégedett ott, az a elégedett vendégreklám elégséges a külföldi vendégeknél, míg a magyaroknál el kell jönni, be kell mutatni Hegykőt, és hogy ez mennyire jól tesszük, évről évre emelkedik a belföldi vendégészakáinknak a száma. A tavalyi volt a legmelegebb év 1901 óta Magyarországon, állapította meg elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Sopronban is tapasztalható, szokatlanul enyhe időjárásról kérdeztük a szolgálat helyi munkatársát. A Kárpát-medencében az elmúlt időszakban a frontok jöttek és mentek, emellett szokatlanul magas hőmérsékleteket lehetett tapasztalni. A következő napokban is folytatódik a frontok vonulása, tudtuk meg Kismártontól, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársától. Nagyon-nagyon enyhe időt tapasztalhattunk, nem csak az utóbbi pár napban, hanem február egésze erről szólt. A havi középhőmérséklet, ha csoda nem történik, akkor 7,2 fokon áll, ami közel 2 fokkal magasabb az eddig mért legmagasabb értéknél. És hát 1856 óta, hogyha ez a február nem változik az utolsó egy napba, akkor a legmelegebb február tudhatjuk magunk mögött itt Sopronba. Az átlagos középhőmérséklet februárban egyébként 1,5 fok lenne, ehhez képest a 7,2 fok, ez egy jó áprilisi középhőmérsékletnek felel meg, és hát tapasztaltuk, hogy emellett viszont nagyon kevés csapadék hullott, többször vonultak a frontok viharos széllel, de jelentős mennyiségű csapadékot ismét nem hoztak, a februári csapadék jelenleg alig éri el a 10 mm. Havazás március 15-ig azért előfordulhat. Meg most végre a csapadék, tehát ez itt februárban szinte végül es volt, alig-alig a csapadék. Úgyhogy most március 15-ig változékony tavaszi igaz látunk rajta. A februári 20-21 fok után márciusban a következő 10 napban enyhe időre nem kell számítanunk, tudtuk meg a szakembertől. Tél nem tér vissza március első 10 napjába, mindenképp úgy látszik, marad az enyhe idő, de annyira enyhe időre nem számíthatunk, mint ami februárban volt. Következő időszakban úgy néz ki, hogy azért a csapadék is megérkezik, március első hetében többször számíthatunk esőre, és úgy néz ki, hogy a kicsit elkezdi bepótolni ezt a jelentős csapadékhiányt, amit az elmúlt 2 hónapban fölhalmozott az időjárás, akár 10-15 mm csapadékra is számíthatunk a jövő hét első napjaiba. Erős szél és a frontok is jönnek a következő időszakban, a változékony tavaszi időjárás megmarad, kicsit alacsonyabb napi hőmérsékletekkel és több csapadékkal köszönt be a március térségünkbe.